Bozsó János Munkácsi díjas festőművész emlékkiállításának ad otthont a Művelődési Központ Hajdúsági Galériája december 12-éig. A Bozsó 100 című tárlat megnyitóját november 13-án tartották. A megjelenteket elsőként Émile Parisien Andalusz című műve köszöntötte Tóth Donát és Kapusi Sarolta értő tolmácsolásában. Ezt követően Lóránd Klára, a Bozsó gyűjtemény igazgatója, a festőművész özvegye szólt a tárlatról. Elmondta, köszönet illeti a Városok Falvak Szövetségét, hogy lehetővé tették a Bozsó alkotások még inkább széles körben való megismertetését. Kiemelte, hogy az 1922-ben született Bozsó Jánosnak a festészet mellett a műgyűjtés volt a szenvedélye. Az alkotásokat szülővárosának, Kecskemétnek adományozta, így született meg 1979-ben a Bozsó gyűjtemény. Alkotó művészetét pedig a szabadságvágy, a korlátozhatatlanság jellemezte. Érzelemgazdagságát minden egyes alkotása hűen tükrözi. Nagy örömmel látogatunk Magyarország bármely városába, ahova Bozsó Jánosnak és Bozsó János festészetének a hírét vihetjük. De hát az Alföld egyik pereméről a másikra költöztünk. Otthonos vidék, azt a tájat mutatjuk be, ami itt is körbeveszi a bárkit, aki kilép a város határából. Essen szó egy kicsit magáról az alkotó művészetről. Milyen sarokpontjai voltak Bozsó Jánosnak? Melyek azok a témák, amelyeket nagyon szívesen festett meg? Hát a születésének a 100. évfordulójára egy emlékívet hirdettünk meg, amiben a Városok Falvak Szövetsége segítségünkre volt. Ez a festészet az 1940-es évek második felébe autodidakta módon indult, és a nagy alföldi elődök nyomában, de 60-as, 70-es években már önálló hangra, az expresszív realizmusra talált rá, sűrű, csapongó ecsetvonásokkal, nagy fény és árnyék ellentétekkel, élénk színekkel kísérte végig a magyar tájat, gyerekkorát az Alföldön töltötte, és örökké szerelmese maradt a magyar tájnak, az ég, az eget szemlélte, a távoli alföldi horizontot, mint a szabadságot jelképezte nála a festészetében, és ezt az üzenetet igyekszünk megőrizni. A tárlaton a festőművész fia is jelen volt. A festészeten kívül ugye édesapám festőművész, mi volt amellett, műgyűjtő is volt, és nem csak a festészete, hanem a gyűjteménye is több évtizedes múltra tekint vissza. Látogatható múzeumként működünk, több mint 1200 négyzetméteren látogatható az ő általa összegyűjtött gyűjtemény és múzeum, és a festészete is, mindemellett időszakos kiállításokat is rendezünk mi nálunk is, vagy mint most az ő alkotásaiból a Bozsó 100 év kapcsán is, és próbáljuk ezzel is minél szerteágazóbban és minél több felé hírét vinni és megismertetni. Sűrés István beszédében kiemelte, Hajdúböszörmény jó befogadó helyszíne a tárlatnak, a képzőművészet és a festészet mindig is jelentős volt a városban. Emellett pedig a festők városa kifejezés is 1934 óta használatos a településünkre, és a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep is mintegy 6 évtizedes múltra tekint vissza.
A jelenkor böszörményében is hangsúlyos a képzőművészeti kincsek megbecsülése, fogalmazott az alpolgármester. A hajdúsági galériát 2021-ben adták át, és az azóta eltelt időben mintegy 16 kiállításnak adott már otthont. A városvezetés célja magas szintű kultúra biztosítása az itt élőknek. A kiállítást Halász János országgyűlési képviselő, a Városok Falvak Szövetségének elnöke ajánlotta a nagy közönség figyelmébe. Elmondta, Bozsó János a kecskeméti művészeti élet motorja volt egykor a településen. Böszörményben pedig ez a tárlat, illetve a képzőművészeti alkotások megfelelő otthonra lelnek. Céljuk a kiállítással, hogy felvillanjon Bozsó munkásságának egy része. Egy Városok Falvak Szövetsége rendezvény sorozatról van szó, és Hajdúböszörmény nagyon régóta tagja a szövetségünknek, nagyon megbecsült tagja, és szövetségünknek tagja a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány is. És a mostani emlékévre szervezett programokat azt elsősorban a Városok Falvak Szövetség tagtelepülésein rendezzük, így ezt a szép kiállítást most Böszörményben. A megnyitón elhangzott egy kifejezetten pezsgő művészeti élet jellemezte Kecskemétet is. Akárcsak Hajdúböszörményt, ez is cél volt tulajdonképp ennek egy-egy elemét felvillantani a tárlaton? Természetesen van több tagunk, vihettük volna máshová is a kiállítást, és nem véletlen, hogy Böszörménybe került, és ennek igen, ez a párhuzam, az a párhuzam is benne van ebben, hogy itt Böszörményben is otthon van a képzőművészet, otthon van a festészet, ahogy Kecskeméten is így volt. Ráadásul Bozsó egy olyan személyiség volt, aki gyűjteményt alapított, aki nem csak a saját képeit mutat, meg, hanem összegyűjtött mindenféle más értéket, és azt próbálta bemutatni. Erre alapul egyébként most is az alapítványnak a múzeuma, illetve hát a kiállítóterme, kiállításai. És hát Böszörményben is nagyon gazdag kulturális múlt van, így aztán idehozni egy ilyen kiállítást, az mindig jó, mert biztos vagyok benne, hogy itt is otthonra talál. A kiállítást december 12-ig láthatják az érdeklődők.